Szép estét, kedves nézők, hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit otthon a képernyők előtt. Remélem, hogy ma is folytatták a karácsony utáni, pontosabban fogalmazva a két ünnep közté kicsit lazább ejtőzést, és mindenki minnyáján egészségesek. Ahogy peregnek a kalendáriumunk lapjai, egyre inkább közeledik a jellegzetes, meghatározó pillanat, nemzetesen az óesztendő búcsúztatása és az új évbe köszöntek 2022 lévén. Mondhatni, hogy ez már csak napok és majdnem órák kérdése. Az előző két évtizedben megszokhattuk, hogy a szarvasi zenészek elkényeztetnek minket gyönyörűséges, vidám, óév búcsúztató koncertjeikkel. Pontosan ez 2000 óta zajlik, ez a nemes hagyomány. Sajnálatos módon, mint az közismert, a múlt évben, bár nagyon-nagyon hangoltak rá zenészeink több formációban is, azonban a járványhelyzet közbeszólt, így nem lehetett megtartani. Az idei pedig egészen más okok miatt, egyetlen egy fájós, nyomós ok miatt marad el. Nevezetesen, ahogy már korábban is hallhatták, olvashatták, a szarvasi zenész társadalom egyik meghatározó egyénisége hosszú-hosszú betegsége után hagyta itt a társaságunkat. Nevezetesen Labrik Laciról van szó. És most az ő emlékére engedjék meg, hogy egy olyan visszatérő vendégemmel, dr. Boros István állatorvossal beszélgessek, aki nagyon-nagyon régről ismerte Lacit, hiszen köszönöm szépen, István, hogy elfogadtad meghívásunkat. Nagyon-nagyon régen kezdődött a ti barátságotok. Ha visszagondolsz a kezdetekre, akkor úgy nagyjából mikor lehetett az, amikor megismerkedtek? Hát én 1986-ban kerültem Szarvasra, már szakállatorvosként, és akkor még nem adták át a D-lépes, a Szabadság 65-től 79-ig levő lakást, és ott a 67-ben laktunk először, és második vagy harmadik lakóként Laciék közvetlen szomszédunkként költöztek oda. Ott is már két gyerek volt nálunk, és így nagyon hamar össze is haverkodtunk. És ez szerintem a mai napig, vagyis majdnem a mai napig is. Ez a szomszédság annak idején meddig tartott nagyjából? Hát 8-10 év után valahogy ilyen tájt, kertesházba költöztek át a Jókai utcába, és hát még ott is tartott a kapcsolatot, már csak a kutyáknak a kezelése, vagy vakcinázása, valamint a fiaim is zenéltek, a Lacika is, tehát a Lacinak a fia is. Igen. Zenélt, Nelly, kis Nelly vagy Lencsi az nem. Igen. Vagy legalábbis így nem emlékszem rá. De így megvolt a kapcsolat, itt a főtéren, a kastélyban volt akkor még a zenei iskola. Igen, a fiaid mind zenéltek. Ádám azt trombitált, a kisebbik fiam a Richard, vagy fiatalabbik, ő meg zongorázott. Igen, és gondolom, hogy az ifjabb Labrik László, pontosabban Labrik László Miklós, ha jól mondom, de ő, gondolom, hogy az apja nyomdokait. Így van, a tubával jártott ő is, vagy legalábbis később már azon láttuk, hát világos a kezdeteknél, mindig megvan a szamárlétra. Igen. Tehát, hogy mivel kell kezdeni. Mielőtt még a közös zenés élményeket felelevíteném, ez a szomszéd barátság, amiről úgy tudom, hogy ez igen bensőséges volt köztetek, mert vannak olyan szomszéd kapcsolatok, hogy köszönünk egymásnak, aztán összejárunk, és vannak egészen komoly barátságok.
Igen, abban az időszakban azért a 87-es év azért már 87-88, de 87-től számíthatjuk ezt, még más világ volt. Tehát Igen. akkor ott a lépcsőházon belül, ha jól emlékszem, négyen nagyon jóba voltunk, Igen. vagy hárman, négyen, és ez azért abban is megint nyilatkozott, hogy lementek a gyerekek az előttünk levő térre, ott játszottak, vittek le bokrócot, meg Igen, volt, amikor Igen. hó volt, akkor szánkóval szánkóztak, meg Igen, hóembert Igen. építettek, tehát ez így alakult ki. Hát sajnos Igen. ez a kapcsolat, mert hát a Major Katiék is, még voltak többen budaiék is Igen, igen. ott a lépcsőházban, tehát ez egy régi, nagyon jó. Igen, És igen. mindenhol a gyerekek úgy 5-8 éven belül voltak, tehát közel Igen. egykorúak. És úgy tudom, hogy ha nem is huzamosabb ideig, de a fiad még Lacival együtt is tanított a Székelybanknak Így egy van, pár ez éve. már a 2003-tól, amikor ő számítástechnikai mérnök tanárként hazajött Szarvasra, a gimnáziumban ő tanított több mint 5 éven át, és utána, amikor a gimnázium és a szakmunkás összevonásra került, akkor közel egy fél évig még dolgoztak, úgyhogy még a Laci, aki Debrecenben járt számítástechnikai továbbképzésre, vagy az alapok megtanulására, ebben az időszakban az Ádám fiamnak a segítségére is nem az, hogy szorult, hanem örült, hogy támogathatta és segíthetett neki. Vagyis egyáltalán azt a számítástechnikai labort, amit ő 5 éven át üzemeltetett, ami aztán később sajnos megszüntetésre került, abba ő be tudta vezetni, és tovább tudta a tudásokat mélyíteni, akár a gyerekekkel, akár a tanárokkal, akár a polgármesteri hivatalban dolgozók körében is. Igen, igen, igen. Mielőtt elkezdted a nagyon nemes mecénási ténykedésedet a koncert, illetve a zenekar irányába, korábban is jártál fellépéseikre? Jártunk, mert hát a gyerekek révén Igen, értelemszerűen, Igen. de akkor még nem volt ez a Kozák Lajos fúvós alapítvány, Igen, még nem és volt, ennek ez a még rendezvény, 2000-ben. akkor ez még nem alakult ki, csak amikor kialakult és felvezette Szabados Stóth Gábor is, meg Laci is, akkor értelemszerűen elsőként ugrottam, amennyire tudok, és segítettem akkor. Igen, hogy emlékszel arra az időre, hogy együtt kerestek meg, vagy külön-külön? Hát erre így már konkrétan nem emlékszem, de lehet, hogy beszélgetés során, lehet, hogy barátokon keresztül, lehet, hogy a médián keresztül Igen, lett, Igen. mert volt médián keresztül is fölhívás, tudom, mert Hogyne. Az első alkalommal talán hárman voltunk, akik támogattuk, Igen. és mindennek nagyon örültek. Nem, konkrétan nem tudom. Igen. Kifejezetten a zenekar irányában, azért érdemes erről is egy kicsit beszélnünk, a te ténykedésed miben merült ki a támogatásod? Hát alapvetően a végig a Szabados Stóth Gáborral, és ugye a vezetőség akkori tagjaival volt kapcsolatban, mert a Laci is benne volt, és még többen mások, aztán később ez bővült, most már azt hiszem a Sós Tibor van benne, a Vári Feri, meg még többen. De az első időszakban Laci is meghatározó volt, hiszen akkor az még egy Abszolút. Egységes, akkor még nem volt külön rezes banda, meg a fúvós zenekar, hanem akkor még egybe volt minden. Igen. Én csak arra emlékszem az évbúcsúztató koncertek lévén, hogy amikor ez elindult, akkor egy éve talán, ha nem tévedek, de ha megbotlan az emlékezetem, akkor elnézést kérek a nézőktől, meg az érintettektől. Az elsőt nyilvánvalóan, hogy a város akkori tiszteletbeli hofmestere Mótyan Tibi vezényelte el, sőt, még előtte ma, hogy még
tűzoltó Így van. parancsnoki sapkát is tett, akkor azzal vezényelte be a zenekart, az első, ez lehetett a 2000-es. Utána néhány évben keresztül pedig egy nagyon kedves volt rádiós kolléginámmal, Barta Bettével vezettük az évzáró koncerteket, de ami a Laci ténykedését illeti a színpadon, én csak arra emlékszem, hogy nem volt azon a koncerten belül olyan zenei formáció talán, hogy ne lett volna benne mindegyikben, mert hogy benne volt a miben, Rezes bandában, hát aztán amikor a Suttyomba is bennek, a Suttyomba zenekarba, aztán amikor jött a Szarvasband korszak, igen, akkor benne is volt a Szarvasbandbe, és benne volt a hagyományos fúvós zenekarba. Hiszen ha most azt mondom, hogy hagyományos fúvós zenekar, akkor az emlékeim egészen 30 évre visszamenőleg röpítenek, mert egy nagyon emlékezetes, közös túrán volt szerencsém annak idején Malackiban. Ez pont abban az évben zajlott, mikor Horthy kormányzott, Kenderesen újra temették, és akkor Mútyán Tibor barátunk meghívására, és csatlakoztunk néhányan az akkor még tűzoltó zenekarként regnáló csapathoz, és hát a száldott emlékű Kozák Lajos bácsi is még nagyon jó bírta magát, és kimentünk, és a Lacival nagyon jókat lehetett, arra emlékszem, a buszban is beszélgetni, mert minden társasági megmozdulásban benne volt. Te hogy emlékszel rá, mint zenészre? Hát nem csak zenészre, és nem csak szomszédra, mert nem csak szomszédra, hanem úgy, hogy majdnem mindig ő volt a vezér egyéniség, akár a buszon, ha mentünk valamerre, vagy tehát ha akkor volt fellépés. Én is most jó óra, mert én bennem is így maradt meg, hogy... Ő volt, nem azt mondom, igen, hogy szószóló, de a vicc poénokat is, és az ömében ő adta elő, és amikor úgy lanyhult a csapat, akár egy próbán, vagy a buszon, akkor egy-két poént bedobott, vagy egy-két ismert zenét elkezdett, és akkor fölrázta a csapatot. Én emlékszem, nem sokat voltam velük, nem sokszor lettem meghívva, vagy nem sokszor volt lehetőség, hogy elmehettem a 20x év alatt, elejétől fogva, de volt két alkalom, amire én emlékszem. Na, mindjárt ahol... erre rátérünk, most az jutott eszembe, ezt kíváncsi vagyok, hogy te részesültél abból a nagy zenei élményből, amikor 2000 táján, de lehet, hogy már 2001 volt, zseniális ötletként megszületett a Suttyomba Fesztivál. Jártál te? Egyszer készen voltam, főleg a Gyoma Endrődi részen, mert oda a szakmámból is kellett menni, oda a Betlen Gábor vagy szakmunkás, mezőgazdasági szakmunkás tanulóba, ott Hébe-Hóba fölhívtak előadást tartani, és akkor úgy szakmailag is, meg hatóságilag is kellett ott részt vennem. És voltam nem is egyszer, amikor a Suttyomba zenekar fellépett. Most én arra már nem mernék letenni a nagy esküt, hogy ott voltam az alapításon, de néhány igen, rendezvényen biztos, hogy ott voltam. Hát az első számomra azért emlékezetes, mert akkor még jó magam is ténykedtem a Kozák Lajos fúvószenekari alapítványon belül, de az a lényeg, hogy Laci meghívott, és az első Suttyomba az klasszikus módon forgószínpad jelleggel lett koreográfálva. Magyarán Szarvas, Mezőtúri, Gyomágyrőd városa is részt vett szervezőkkel, illetve színteret adott ennek a nagyszerű kezdeményezésnek. És hát mást is sorolhatnék az akkori nagyszerű szarvasi zenészeken, a Bohák Andrewtól kezdve másokat. De hát ugye itt is a Laci vezér egyéniség volt a fesztivál előkészítésében.
Szóval eljött a fesztivál nyitány pillanata, és megjelent Szarvason egy box bagarról fekete néger dobzenekar, óriási szenzáció volt. Hát azok a néger fiúk megtöltöttek egy autóbuszt is. Aztán Lassi bátorított, hogy menjek én csak velük nyugodtan, mert lesz még egy kis múri a zenekar tiszteletére a fesztivál apropóján, Gyoma Endrő Dönő, akísértem őket, de hogy hányféle dobot hoztak, nem tudnám már megmondani, kicsit nagyot, közepes méretű mindent. Ami a közönség reakcióit illeti, hát bomba sikere volt. A színpad itt volt felállítva Szarvas vonatkozásában Grundon. Hát amikor még kora esti órákban elindították a dobkoncertet, ugye akkor a nagy jellemű közönség nem gondolta, hogy ezek a néger fiúk perpétuum mobile gyanán fognak zenélni. Ezek nem tudnak elfáradni, mert egyre nagyobb örömmel belevetik magukat. És aztán emlékszem, hogy azt is a Barta Betty konferálta, és hát Éjfeltában, meg utána bizony már nagyon-nagyon nagy volt a környék lakásaiból a felháborodás. Dobzenekar nagyon jó hangzott, de azért az alvásban egy kicsit zargatta a környék lakóit, mert a korai hajnali órákban aztán mentek ide-oda, röpködtek a telefonok, rendőrség, stb. Irányába. Egy Petőfit idézve véget vetettek a zenének, és akkor a legények nem mentek haza. Egyenesen csak a szállásukra, és aztán másnap folytatódott a legnagyobb békebarátság jegyébe ez a fesztivál. Tehát ez nekem egy óriási élményem. Hát különösen az, amikor beültem a néger fiúk közé az autóbuszba, a sofőrön kívül. Azt hiszem, a sofőrrel együtt ketten lehetünk. De lehet, hogy akkor, ha Laci is velünk volt, akkor hárman voltunk. Fehérek a többiek, mint mondom, bagarról feketék. De nagyon-nagyon kedves barátságos társaság volt. Ezzel együtt. Aztán akkor folytassuk a te erdélyi kapcsolataiddal és emlékeiddel, mert úgy emlékszem, hogy oda vittek, oda hívtak. Ez már akkor történt, amikor támogattad a személyt. Persze, ez már az utolsó időszakban. Volt egyszer egy hétvégére, és a Sóbányába, nem a Parajgyen, nem a másik, hanem a Tordai. Igen. Tordai, igen, ahol a hasadék volt, ott lent a Sóbányában zenéltek. Annak a vízhangi. Én ott nem jártam, a szakadékban jártam többször. Igen, ott lent, hát és a legutolsó emlék az már az általam nem csak a Szarvasi Fúvós Zenekar, tehát a Kozák Lajos Alapítványt, hanem a Köröstárkányi Százszor Szép Együttes, táncegyüttest is szponzorálom most már több év óta, és azoknak a meghívására a 8. Fekete Körös Fesztiválon valamelyik évben, pár évvel ezelőtt vettünk részt, ami szintén egy meghatározó élmény volt. Hát hogyne, de csak az ifjak kedvéért mondom el, hogy én régről ismertem át utazóként Erdély útjaink sorából a Köröstárkány nevét, hiszen jó néhányszor átutaztunk rajta. De igazából 97. novemberében Ady Endre születésnapja táján szembesültem azzal, hogy milyen szörnyűséges emlékeket őriz ez a, most már azt kell mondjuk, hogy Szorvány magyar falu. Igen, persze. Mert hogy megkaptam ajándékba, és egy döbbenetes olvasmány elő szoktam venni, és mindig átfutom, az Őrtornyaink a Fekete Körös Völgyében című, a Szorvány magyarság életét bemutató kis kötetet, és az összefoglalva, és ha nem is részletről részletre, mert minden részletet akkor még nem ismertek, de azért elmesélt ezt a szörnyű köröstárkányi
vérengzést, ami 19-ben zajlott le a megszálló román haderő részéről a magyarok irányába, és hát ott van az emlékmű, ugye, amely őrzi a neveket. Gondolom, hogy ezen ünnepségeken részesei voltatok a zenészekkel együtt a megemlékezésnek, és valamilyen módon, hogy koszorúzásnak, vagy legalábbis ott szóba került az, hogy... Feltétlenül, mert ugye nem csak Kőröstárkány, még két másik falu van ott, egy Kőröstárkány a közvetlen egybe, meg egy másik, csak hogy nekem a neve nem jut eszembe, pedig ott is többször voltunk. Az is valamilyen Szent András, nem Szent András, hanem Szent, nem tudom milyen rendezvényre, és ugyanoda kihívtak egyszer. Igen. És ott nagyon-nagyon-nagyon szerették bemutatni azt a összesen 91 embert, akit a román akkori vezető legyilkoltatott, igen, a három, igen, településen összesen, annak, igen, a sírja, igen, az pont a két Köröstárkány és valami magyar, nem tudom mi nevű falu határán van, egy nagy sírral együtt, vagy emlékművel együtt, és ott majdnem mindig megálltunk, sőt legutóbb, amikor voltunk kint, akkor a fuvózenekarból egy kis teherautóra szálltunk át, a Gyulai Csabával végig menni a környéken, és mindenhol megálltak, és magyar zenét játszottunk, vagyis játszottak a fiúk, én meg a Gyulai Csabával, az ottani vezetővel mentünk végig, és a három településre is így eljutottunk. Olyannyira, hogy... Gondolom, hogy ott jócskán nedvesedtek a szemek a... Így van, és főleg az idősebbek, Párciumban élő magyar, igen, nemzetiségűek, de el kell mondani, hogy két református lelkésznek is, olyannyira, hogy a Köröstárkányi református lelkész, pont ezen a legutolsó rendezvényen, ott voltunk, behívott a templomba, és ott egy fergeteges előadássorozatot, vagy koncertsorozatot adott le a szarvasi fuvózenekar. Ezt annak idején többször lehetett látni a tévében, mert azért fölvettük többször, igen, többen, én is, és a Szabados Tóth Gáborék is, úgyhogy megnyilatkozott is nagyon sokszor a Gábor erről, és a pap, a lelkész úr, református lelkész úr is nagy-nagy köszönettel vette. Hát ővelük azért még a mai napig is van a kapcsolat, annak előtt, hogy nem tudunk ugye kimenni, igen, a járványhelyzet miatt. Tenkén nem jártatok? Nem. Ez most csak a 19-es eseményekre. Ott három település volt, ami közvetlen egymás mellett van. Mert valamelyik héten egy csodálatos lélek fényező történetet olvastam Tenkéről. Ugye azt kell tudni, hogy azt is megszállták a románok, akkor még kis, tehát városi rangban volt, mára már csak községi, de az a lényeg, hogy egy derék magyar polgár 19 tavaszán úgy döntött, hogy az ő csodálatos Kossuth szobrukat elássa, hogy a románok ne tudják ellopni, mm-hmm, hogy ledönt. Most képzeld el, hogy úgy elásta ez a jó ember, hogy mind a mai napig nem tudják, ott van valahol a Tenke területén, de meghaltak néhány évvel ezelőtt az utolsó származékok is, akik ezt a titkot őrizték. Született ebből már külön tanulmány, meg egy kis könyv is a Kossuth szobor története kapcsán. Na, egy a lényeg, hogy nyírségből oda kiránduló népművelő csoport észlelte 15 vagy 20 évvel ezelőtt, hogy az akkori, most már nem Berke Sándor nagytiszteletű református lelkész barátom és felesége, az otthonnak a vezetője, a Tenke. Szóval észlelték a nyírségi vendégek, hogy
hiányzik a Kossuth szobor ugyan, de egy rejtélyes talapzatot minden március 15-én a tenkei magyarok a parókia kertjében megkoszorulnak. És aztán, ahogy beszélgettek, kiderült, hogy ez az eredeti szobornak a megmaradt, megmentett talapzata. És akkor egy nagy gyűjtés indult, és meg nem mondom, de néhány évvel ezelőtt a kortárs magyar szobrászművészet egyik meghatározó egyéniség, azért említem, mert a szomszédvárosban Mezőtúron Jócskán ismerik a nevét, meg hát Szarvason is, a Lakatos Aranka csinált egy káprázatos új Kossuth szobrot, és most már van nekik is. De ez is csak a 19-es esemény. Hát ebben csak az jutna nekem eszembe például, hogy a Jóisten majd fog segíteni, ugyanúgy, mint Szent András esetében, hogy előkerült, pedig ott is már évtizedek óta már meghalt az utolsó, aki 45-ben az orosz katonák elől, amit most szobrot újra restauráltak és jó állapotban találtak meg a plébánia kertjében, hogy ez is elő fog kerülni a Jóisten segítségével biztosan. Benne. Ugye egy valamit, ha már Szent Andrást említjük kitérőként, akkor ez egy nagyon jó példa volt. Most részedről gyorsan az ugrott be, hogy boldogult emlékű Bencsik Imre bácsi volt az első szabadon választott polgármestere Szent Andrásnak, és az első időkben nagyon bíztak arról, hogy az elvitt harangot megtalálják. Na most ez legjobb tudomásom szerint aztán nem sikerült, odáig vezettek a szálak, hogy a Szajoli vasútállomás területén még látták, vagy tehát Szajolig vezettek a szálak, aztán ezek eltűntek, nem sikerült, de sosem lehet tudni. Ez a szobor megtalálás, ez meg egy káprázatos csoda. Így kell felfognunk. Visszatérve Lavri Klasszival kapcsolatos emlékeinkhez, tehát itt mesélted az imént a Tárkányit, az volt az utolsó olyan túra, ahol részvettél velük, akkor ez nem is olyan régen. Ez 19-ben volt. Igen. És hát sajnálatos módon ugye aztán jött a járvány időszaka. Róla, mint zenész, nem csak zenészről, de a kulturális közélet iránt mindig is érdeklődő tanár egyéniségről az jut eszembe, hogy amikor Trianon évfordulója volt, nevezetesen épp a 85-dik, akkor csináltuk azt a nagy trianoni helységnévtár felolvasás 10 perces váltásokban, és Laci elsőként jelentkezett és részt vett, és már a 10 perc felolvasást a legnagyobb barátság jegyében. Még egyetlen egy fesztiválos emlékem van róla, a legnagyobbak közül, vannak mások is, de most tényleg csak a legemlékezetesebb fellépéseit említem, hogy amikor a Suttyombával kikísérték 2002-ben a Szejke Fesztiválra Juhász Attiláékat, akkor természetesen Lassz is ott volt a bőgőjével, és felléptek egyébként nagyon nagy sikerre a Székely udvarhelyen is, és Csíkszeredában is másnap, de a Székely udvarhelyi fellépésnek az volt a közvetlen előzetese, vagy előzménye, hogy egy óriási nyári zivatar elmosta a fesztivál eredeti helyszínét, Szejkefürdőt, ezért a rendezők úgy döntöttek nagyon-nagyon gyorsan és rugalmasan, hogy a fesztivál nem maradhatott el, és bevitték az összes fellépőt az udvarhelyi Tomcsa Sándor Színháznak a nagy termébe, és fergeteges fesztivál kerekedett. Olyannyira fergeteges, hogy majdnem kivilágos kivirattig még mindig tartott. Én tudom, hogy egy kis lebegezésre van, amikor a kora hajnali óránkban tettem a gyönyörűségesen kivilágított Székely udvarhelyi belvárosban egy kis sétát, és mikor visszatértem, hát akkor a mi derék zenészénk egy kicsit már lankadtak, fáradtak, aztán hazatértünk a szállásáinkra, mert másnap, hogy említem, Csíkszeredában volt, nagyon nagy sikere
az együttesnek és az őket kísérő zenekarnak. De a Laci humora azon a kiránduláson is megnyilvánult. Együtt ültünk a buszban, arra emlékszem, hogy ilyen kis magánpoénjai voltak. Visszafele jövünk át már jócskán bihari területen, Kibéd falun, kinéz, megnézi a helységnévtáblát, azt mondja, Kibéd, akkor biztos itt született Kibédi Ervin, meg hasonlók, és akkor Kolozsváron is volt egy nagyon jó poénja, kinézett a buszból, azt mondja nekem, mi ez a folyó? Hát mondom, ismered azt a nótát, hogy szép város Kolozsvár, meg a folytató. Jaj, tudom, azt mondja, egy gondolattal mondani, hogy jót nem vetett az egészen. Hát ilyen volt, nagyon szerette a humort. De István, említetted, hogy más emlékeid is vannak a barátságotokból. Úgy is ismerted, mint kiváló méhészt? Így van. Tehát a méhészkedés időszakát, és főleg ez a Gyomendről vezető része, az ott volt a szövetkezet, a méhész szövetkezetnek a hirtelen akartam mondani a Kft-nek a nevét, vagy a szövetkezet nevét, annak a megalakítása is többek között ő hozzá tartozott. Világos, hogy akkor még mint hatósági főállatorvosként elég sokat kellett nekem az ő mézeladásuktól kezdve mindenhez hozzá tenni a hatósági bélyegzőt, meg az ellenőrzéseket, stb. Tehát ez azért sokáig eltartott. Aztán utána, ahogy én úgymond nyugdíjba vonultam, vagyis a hatósági feladatoktól lemondtam, azóta ilyen kapcsolatom nem volt vele, onnantól már csak a zenei. És a kutyák irányában megmaradtam? Az első időszakban igen, de utána, ahogyan a zenésztársa és egyben kollégám végzett, ugye a 90-es évek közepétől, akkor már a Zima Jani látta őt el, értelemszerűen, hát a zenekarban ott találkoznak, akkor nem kell külön azért. Ez teljesen természetes volt. Igen. És gondolom, hogy számtalan más emléked is van. Sok-sok emlékű a gyerekekkel együtt, így van, tehát azért, és az aranyos feleségéről sem szabad megfeledkezni, Nellikéről, mert ő nem csak, hogy most a betegsége kiteljesedése időszakában nagyon sokat tett, hanem végig a kis Nellikét és Lacikát is, hát Lacika is elég betegeske volt, vagy most is, nem tudom, de ő tényleg anyailag kitett mindent ért magáért. Igen. Miután bevallottad ugye a beszélgetés elején, hogy te magad nem zenélsz, hát ezt eddig is tudtuk rólad, de nagyon szereted a zenét, és ugye, ahogy sokszor már ezt ismételtük, hogy nagyon szépen elkezdted támogatni a zenekar egészét, mint zenekedvelő, koncertjáró, és a kirándulásokra, túrákra őket néhány alkalommal elkísérő polgárban benned mi maradt meg a Laci zeneművészetékből? Azon kívül, amit már ismételek, hogy kiemelkedő volt a saját szakmai területén, és mindig tudott megújulni. Hát erre példa, amiről már beszéltünk, hogy a Rezes bandát megalakította, ugye részt vett a Szarvasbandbe, ahol lehetett volna előbb kezdeni, vagy legalábbis mellé sorolni, akkor a Sutyombát is, tehát igen, mindig tudott megújulni, még legutóbb itt még a pár évvel ezelőtt a Zenepavilonnál is, még ő vezérelte le a nyári esti műsort, ami szintén nagyon nagy siker volt. Igen, most köszönöm szépen, hogy ezt említett, hiszen én is itt, amikor kezdtem összerakosgatni, szeregetni a magam kis emlékeit, akkor ugye gyorsan hozzátettem, hogy lehetne ezt még a végtelenségig. Így van.
ragozni, sorolni. Én azt gondolom, hogy nem csak mi mindketten, de a város egész zeneszerető közössége, és mi a tanári ténykedéséről nem is beszéltünk, mert az nem a mi tisztünk, de tudjuk, hogy jellegzetes egyénisége volt évtizedeken keresztül a székelynek, de hogy a város zeneszerető közönsége és az említett méhészek a társadalma is nagy szeretettel és tisztelettel fogja az emlékét megőrizni, abban biztos vagyok. Köszönöm szépen, Pistám, hogy eljöttél, és néhány emléket kedves néhai barátunkról, Labri Klasszéról megosztottál a nézőkkel. Hozzáteszem, ez sosem könnyű, mert mindig motoszkál az emberben az a gondolat, hogy mi az, amit szabad, vagy mi az, amit nem szabad tovább adnunk ugye a közjavára, úgyhogy hogy azért mégis az általunk tisztelt és szeretett barát és zenész emléke ugye fennmaradjon. Köszönöm még egyszer. A nézők kedvéért elmondom, hogy kedves kollégáim, természetesen még a Labrik Lászlóra való emlékezést a mi beszélgetésünkön nem fejezik be, mert ígéret van arra, hogy valamelyik évzáró koncertről csinálnak egy röpke összeállítást, vagy uram, bocsánat, levetítik, ez meg a továbbiakban kiderül. Ezzel együtt köszönöm, hogy velünk voltak, és bízunk abban, hogy a járvány teljes elmúltával a jövő esztendőben valóban meg lehet majd tartani a koncert egészét, nem szól bele semmiféle baj, és akkor már egy kicsit az emlékek megszépítő ölelésében kicsit felszabadultabb lélekkel gondolhatunk vissza Laugrik Lacira, minden idők egyik legnépszerűbb szarvasi zenészére. Én további szép esti órákat kívánok Önöknek, kedves nézők, és ha nem találkoznánk, akkor mindannyiunknak, kedves családjuknak is békés, boldog új esztendőt. István, neked is, szeretteidnek, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, mert én úgy érzem a szívem lelkében, vagy a szívem mélyéből, hogy ennyivel tartoztam Laciért, hogy meghozhattam ezeket. Ezzel együtt a békés, boldog új esztendőt, kedves mindannyiuknak, és a jövő hétben pedig folytatjuk a szokott időben a szóban forgót. Minden jót! Boldog új évet!